Engem nagyon sokféleképpen mentett meg az Úr. Erről be is számoltam egy időben elég rendszeresen. A legfontosabb a megmentés, amikor újjáteremtett engem, és kiemelt a bűn mocsarából, és egy új kezdetet adott nekem. Azonban ezekre a megmentésekre úgy tűnik, hogy folyamatosan szükség van a keresztény életben. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Állandóan érnek bajok, problémák, egészségügyi, anyagi, és a legkülönfélébbek. És hát most is ez egy egészen friss bizonyság tegnap történt velem, ami hát mindenképpen óriási hála van a szívemben, hogy ez, ennek nem az a vége lett, mint ami esetleg várható lett volna. Ott került az egész, hogy a múlt héten házi csoportra mentünk, a mi utcánkban lakik egy testvérnő, Juditnak hívják, az a alacsonyabb Judit, biztos látásban mindenki tudja, kiről van szó. Szóval őt én viszem a házi csoportra, ami szerencsém van, és ahogy hát beszállt a kocsiba, elmesélt, hogy valami irtózatos módon a saját kutyájuk neki támadt. Egy pitbullról van szó egyébként, tehát vagy Staffordshire, nem tudom pontosan, Attila is látnak, többen látták, tehát egy harci kutyáról van szó. Neki támadt a saját kutyája, amit ő nevelt fel egészen pici korától fogva, és a táskával ütötte, verte, és megkérdezte tőlem, hogy Péter, nem lehet az, hogy az ördög nem akarja, hogy menjek házi csoportra? Előfordulhat. Ez is elő. Nem tudjuk ez biztosan, hogy ez most milyen indulatú, vagy milyen támadás volt, de bizony ez is előfordulhat. Láthattunk erre példát a Bibliában is, amikor a démonok megszállnak állatokat, ugye a disznónyájat, és egészen olyan fékevesztetté válnak, hogy belerohannak a tengerbe és elpusztulnak. Tehát, hogy bizony igen, ez is lehet. Ezt nem tudjuk pontosan, hogy ez történt-e, vagy sem, de azért az érdekes volt az a támadás. Na és hát tegnap átmegyek ugyanúgy a Judithoz, a kutya be van zárva, egy biblia alkalmazást segítettem neki letölteni, még könyvet vittem, stb. És mikor mentem volna el, addigra megjött a férje, és elengedte ezt a kutyát. De én ezt észrevettem, hogy elengedte a kutyát, nem mentem ki, hanem mondtam neki, hogy legyél már szíves, zárd vissza. Mondja, hogy nem kell visszazárni, nem kell vissza, majd ő megfogja ott hátul megfogja. Hát jó, de mondom, biztosan meg tudod fogni? Persze, biztosan. És akkor én hát megyek ki, ugye a kutya meg van fogva, megyek ki, és hát ugye a lépcső alján is van egy kapu, azt is nyitnom, zárnom kell, aztán nyitnám a kertkaput, vagy a kerítésnek az utcai kaput, nyitnám, hát az is be van zárva, akkor nyitom, még egyszer megpróbálom, még mindig be van zárva, kettőre volt zárva, és amire harmadszorra nyitnám, a kutya ott van mögöttem, és már muszáj voltam megfordulni, hogy ne hátulról támadjon meg. És elkezdett ugrálni, felugrani rám. És hát nem barátságosan, nem nyalogatni akart. Úgy nagyon úgy tűnt, elkezdtem ordítani, ugye a gazdája még hátul volt teljesen, tehát ő nem is látta ezt az egészet, aki fogta. Ezt az egészet nem látta. Én hát mindent elkövettem, kapálóztam, rúgtam, vágtam, és hát képzeljétek el, többször felugrott rám ez a kutya, és bekapta így az alkalomot, így keresztbe harapta. De nem zárta össze a fogait. Nem tudta, én ezt mondom, nem tudta összezárni a fogait, kipeckelte valami az állát, vagy a állkapcsán, nem tudta összezárni, a nyelvét éreztem, meg tiszta nyál volt a kezem. De nem harapott meg a kutya. És aztán nagy soká, nem, nekem sokára tűnt, de hát egyszer csak jött a gazdája, és akkor valahogy megszűnt ez a probléma, és én ki tudtam menekülni a kapun. És akkor alig tudtam a lábamra állni, még ezt is hozzá kell tegyem. Mert ugyanis ahogy rúgtam, vágtam, valahogy a papucsba mentem, hát nem gondoltam, hogy ilyenre is szükség lesz. Ahogy rúgtam, vágtam, belerúgtam a járdába. És nem, akkor még nem tudtam, hogy mi a bajom, de aztán később, amikor levettem az oknit, majdnem elájultam. Leszakadt a körmöm, félig. Felszakadt. Hát, már nem volt. Az nem volt egy szép látvány. Hát minden esetre attól a hatalmas veszélytől, hogy összeroppantja a kezemet ez a kutya, mert az aztán ráfogott, 100 kilopont simán van harapás. Tehát ott nagyon komoly bajok lehettek volna, viszont ez nem történt meg, viszont mégis azért ért engem egy némiképpen egy kevés sérelem. És hát gondolkodtam rajta, hogy mondjam el ezt nektek, elmondjam-e egyáltalán. És adott az Úr, még Attilát is felhívtam, adott az Úr hozzá egy ígét.
és akkor már biztos voltam, hogy ezt el kell mondani, meg utána meg egy kijelentést is, mert én magam sem nagyon értettem az igét, úgyhogy ezt fel is olvasom nektek. Nem musz. Hát igen. Igen. Hát nem azt várja, mégiscsak a nem, itt vagyok kinyitva. Azt mondja, hogy Dániel könyve 6.22. Ugye a Dániel az oroszlánok permében van, és mikor, hát mégsem pusztították le az oroszlánok, és jön a király, az éjszaka folyamán, ugye álmatlanul fekszik a király, és jön megnézni Dánielt, akkor hát ezt mondja neki Dániel. Az én Istenem elbocsátta az ő angyalát, és bezár rá az oroszlánok száját, és nem árthatnak nékem. Hát itt nem bezárta, hanem pontosan kipeckelte, de a lényeg ugyanaz. Nem árthattak. Nem árthattak nékem. Miért is? Mert ártatlannak találtattam ő előtte, és te előtted sem követtem el, ó király, semmi vétket. Uram, megkaptam ezt így, hogy hát hogy mondjam ezt el a gyülekezetnek? Nem nagy képű, ez egy kicsit. Meg amúgy is. Hát megsérültem. Hát most, akkor ez most mi? És akkor szólt hozzám az úr, és szívemre helyezte, és azt mondja, hogy hát igen, de hát mibe sérültél meg? A támadás kapcsán, az a kapálózásba, a rugdalásba, a visszavágásba, abba sérültél meg. Nem, a védekezésbe. Ha nem csináltál volna semmit, semmi bajod nem lett volna. De az én reakcióm, az én támadásra való válaszom, az én ütönvágásom, harcolásom, abba bele lehet sérülni. Ezt mondta az úr. Nem tudom, hogy kinek szól ez még itt rajtam kívül, de azt hiszem, hogy szólhat még valami. Köszönöm, Uram, és dicsőség a te hatalmaságodra.